67 évvel ezelőtt egy ilyen szerelvény szállította Birkenauba, Dachauba és Auschwitzba a magyarországi zsidó családokat a déli vasúton keresztül. Leszállítottak, lehajtottak bennünket a vagonokból, és két oldalt kellett állni, egyik oldalt a nők gyerekekkel, másik oldalt a férfiak, és a doktor Mengele az ott állt és selejtezett, szelektált. Aylen Moore Izrael magyarországi nagykövete köszöntő beszédében hangsúlyozta, itt az idő, hogy minden ember kirekessze az antiszemita és a rasszista érzelmeket a szívéből. Látogatásának célja a párbeszéd, ezen keresztül a megbékélés volt. Egyik nemzet polgárainak sem szabad elfelejteniük a múltat, és együtt kell a jövőben nézniük. Azért vagyok most itt, hogy ezt elmondjam. Izrael egy modern, demokratikus állam, amelyik jó viszonyban van Magyarországgal. Székesfehérvár és Fejér megye képviseletében Varga Tamás országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, fontos, hogy a fiatalok is megismerjék a történelemnek ezt a szeletét. Helyén való, hogy az élet menetével emlékezünk halottainkra, olyan halottakra, akiket a második világháború alatt marhavagonokban elhurcoltak, és nem csak a második világháború alatt, hanem egy-két évvel azt követően a kommunizmus idején a gulágra hurcolták ugyanilyen vagonokban az embereket. Aylen Moore izraeli nagykövet találkozott Spányi Antal megyés püspökkel is. Örömmel vettük a látogatását, hiszen a párbeszéd erősödik ezzel, ha egymást jobban ismerjük, ha egymást jobban tudjuk tisztelni, közelebb tudunk kerülni egymáshoz, ezzel csak mindenki nyerhet és mindenki gazdagodhat. Az esemény történelmi jelentőségű, hiszen Aylen Moore az első izraeli nagykövet, aki a székesfehérvári püspökségre látogatott.